Van. Ezt is sem. Ne csináld, vigyázz már, Denis! Ez egy rakás szarárni, de rendbe lehet hozni. Bizony. Igen. Öregem, ez állati jó lehet. Felejtsd el, Árni, 93 ezer mérföldet mutat, de lehet 193 ezer is. Nem izgat. Ha, be sem lehet indítani. De indul. Csak ez kell hozzá. Mennyit akar érte? Tudja, bármennyit mondhat, nem sok. Jézusom, Árni. Fiam, volt neked már kocsid? Persze, Mustang-e. Nem. Most szereztem jogsit. George Libby vagyok. Árni Punisai. Mennyit mond? Indíts be. Komoly? Krisztina leve. Nagyon szép. Na jól van, Árni, menni kéne. Az a seggfejőcsém még 57 szeptemberében vette. Akkor jött ki az új modell szeptemberben. Szép, vadonatúj volt. Még új autószaga is volt. A legjobb illat a világon. Kivéve a pina illatot. Amikor megkaptuk, 6 mérföld volt az órában. Az a hülye aztán a poklot is megjárta vele. Ha az öccse annyira szereti ezt a kocsit, akkor miért adja el? Mert halottabb már nem is lehetne. 6 hete halt meg. Szóval, Mr. Libby, mennyit akar érte? 300-ra gondoltam, de 250 ért a tiéd. Hát ez nem ér ez egy 50-es se. Nem a pénz érdekel, mert eladom ezt az egész trágyadombot, és veszek egy lakást. Megvan véve. Hozom a forgalmit. Árni, hajlandó lennél gondolkozni egy percet? Honnan veszed a pénzt? Sóher voltam egész nyáron. De a fősuli miatt. Nagy a szád, neked már van kocsid. Árni, megszívott a csóka, ennyiért már kapsz egy jó kocsit is, hallod? Krisztin, csodás kocsi. De fura ez a tag. Nagyon furcsa. Szóval 300? Olyat is mondtam. De 250-et is. Az is megteszi. Árni, figyelj, van egy ötletem. Jöjjünk vissza holnap, és... Nem érted? 20 éves. Ez azt jelenti, hogy hivatalosan már veterán. Szép. Ez az Árni. Darnell szemétdombja tele van antik cuccal. Megveszem. Nem érdekel, hogy mit mondasz. Hát, te tudod. Uram, nem adna egy kis időt Árninak? Buta kölyök, nem tudja, hogy mit csinál. Te nem tudod fele annyira sem, mint hiszed. Kis szaros.